A Vértes-Kapuja Kupa asztalitenisz versenyről készült összeállításunkkal elérkeztünk az utolsó részhez, amelyben láthatjuk a főtáblaállítás mérkőzéseit, majd a 8, a 4 és a döntőbe jutott versenyzők találkozóiból is láthatunk részleteket. Kérjük mindazok megértését, akik nem kerültek be adásunkba, hiszen egy kamerával dolgozó stábunk, és ennyire futott a erőnkből. Az egész napos eseményen valamennyi rögzített felvételt, összefoglalóját bemutattuk önöknek az elkészült 4 külön anyaggal. Ezt a nagyszabású asztalitenisz versenyt a Szárad asztalitenisz szakosztály szervezte és bonyolította immár 5. alkalommal Márhoffer József emlékére. Minden évben egyre több versenyző jött el, gyűlik össze a szári sportcsarnokban. A tavalyi 40-nel szemben idén már 143 aktív, regisztrált sportoló vett részt az eseményen. Mindenkit fűtött a vágy, hogy tovább jusson, mégpedig minél tovább, a döntőig meg sem állva. Gratulálunk a lelkes szervezőknek, hogy ilyen népes mezőnyt hoztak össze. A szervezők itt mondanak köszönetet mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték az eseményt és egymást. Továbbá, hogy igen lelkes csupaszív és sportszerű játékukkal járultak hozzá a torna sikeres megrendezéséhez. A tornát értékelve megállapíthatjuk, hogy egy igen magas színvonalú, izgalmas versenyt hoztak össze a résztvevők. Az való igaz, hogy a sorsolás nem kedvezett mindenkinek, de aki ebben a sportágban is a csúcsra, csúcsig el akar jutni, annak minden ellenfelét le kell győznie. Úgy gondolom, minden játékos elégedett lehet a napi teljesítményével, hiszen remekül játszok mindenki. Most pedig kérem, hallgassuk meg Tauber Zoltán, többszörös világ és Európa paralimpiai bajnokunkat, hogyan vélekedik a nap eseményeiről. Hogyan történt ez? Milyen baleseted volt? Hát ez 1945-ben történt, amikor ugye elmentünk cseresznyezni Kópházáról, Harka Kópházára. És akkor anyám azt mondta, aki cseléd volt Somogyban, akkor kivételesen otthon volt, Zolikám, ha hozzányúszol, összerez, levágom mind a két kezeted. A sámán megérezte előre, hogy a hiperaktív gyermek hozzá fog nyúlni, összerez. Ott volt egy német ágyulövedék, erre föl ugye én szétszedtem 3 ágyulövedéket, a negyedik fölrobbant a kezembe. Az oroszok szedték a cseresznyét a soproni orosz kórházba. Fönn a dombon meghallották a robbanást. Elkezdtek kiabálni, Germánszki, Germánszki. Leszaladtak a szőlőhegyről, ekkora pisztolyt a homlokomra, 11 éves gyereknek. Jazasztriám, én nagyon lövöm. Tamás bácsi, a rokonom, a bognár, azt mondta, hogy nyezesztriás, mert ugye Kópház, az horvát való, tehát mi tudtunk velük beszélgetni. Hogy gyalog az állomásra, ott kezdett már cseperészni a vér, valaki lefektetett a fűre, zsebkendővel elkötötték a csülkeimet, ment át egy orosz tervonat, felszállunk, mondom a Ruszkinak, de vagy oda? Ad egy mokkás kanál vizet, én mindjárt elküldtem a jó. Na, azt már nem mondom, hogy milyen csúnyát mondtam nekik. De jót tett velem, mert ugye Sopronban az orosz kórházba elaltattak, és akkor ha visszahánytam volna azt a folyadékot, akkor megfulladok. Egy hónapig ott voltam a kórházba, kiszabadultam, már spekuláltam, hogy lemászok a csatornán, és látom, Berlinből mennek haza a lovaskocsik, vége volt a háborúnak. Fölkérezkedek egy lovaskocsira, és eljutok Kópházára, 7 km Soprontól, ugye. De aztán hazaengedtek, első dolog az volt, hogy egy pikoló barna sört ittunk, ahogy kijöttem a kórházból. Az nagyon jól esett. Előtte sportoltál? Mielőtt történt ez a baleset? Előtte futballoztam, futottam, játszottam. 49-ben fölkerültem a Nyomorít Gyerekek Állami Kórházába, Mexikó 64. Ott a felnőttek pingpongoztak, mert ugye a kórházon belül volt az iskola, ortopédia, cipészműhely, szabóműhely, bőrdészműhely. És akkor láttam, hogy pingpongoznak.
én meg oda mentem, én is üthetek 2-3-at. 2-t ütöttem a labdába, és azt mondtam magamba, ez fog nekem menni. Egy év múlva már Budapesti útörő válogatottba jártam a Margit-szigetre az épek közé, és befértem a második csapatba, egy 10 milliós, egy 2 milliós városba. És akkor irány Fehérvár, első bajnoki meccs. Mindenki az én asztalom köré járt, ilyet még nem láttak. Két-két nélkül játszik. Megnyertem a meccset, mert hárman voltunk egy csapatba, így már így indult el a karrierem. És akkor, ugye én az Orvos Egyetemen játszottam, ülőjük 26, és akkor 56-ban sokan diszidáltak, és akkor mondták, hogy menjek a Május 1 útra, most Hermina út, az mozgássérültek játszottak ott kivételesen mind, és akkor ott játszottunk, és az volt a csapatnak a neve, hogy Lendület. Lendület SC, ugye? Lendület SC. Na, de nekem ilyen edzőim voltak. Gál doktor, Zsoki Kórház, Budapest bajnok. Sebők, Miki, mindig ők nyerték a csapatbajnokságot, a Dózsa, ugye? Kitől tanulnod, igen. Aztán volt a Sós, 7-szeres világbajnok, a Rúgyantában jártam le edzésre. 500 forintba fogadtunk mindig, mert tudtuk, milyen gyenge a nyugdíj a Sósnak, és így segítettük őtet. Aztán 66-ban hallottam, hogy egy svéd disszidenstől, hogy milyen fejlett Stockholmban, a Svédországban mozgássérű sport, az engem nagyon megfogott, és akkor írtam levelet, Ausztria, Németország, Svédország. És akkor bekapcsoltam ugye a mozgássérülteket a nemzetközi vérkeringésbe. Jöttek a meghívók, írtam ugye Ausztria, Németország, Svédország, jöttek a meghívók, na hova menjünk gyerekek? Legmesszebb, Stockholmba. Bementem az OTSH-ba, Gálertárs, kérjünk útlevelet, ez nem tartozik hozzánk. Hathalban, Rómában már kerekesszékesek játszottak az olimpián. 75-ben már az állók is játszottak Szentetyénben a világbajnokságon, ahol világbajnok lettem, ugye. De nem csak én, hanem 8 aranyat szereztünk. Úszás, íjász, stb. Na most Stockholmban finn, dán, norvég. És még egy ország volt. Öt ország, és mindjárt úgy kezdtünk, hogy győzelemmel. És akkor jöttek a meghívók, Gromboly, ugye. Úgyhogy megjártam az egész világot. New York, London, Toronto, 4-szer Varsó, összes Stuttgart, 5-szer Stockholm, 5-szer Bécs, Prága, Nyugat-Berlin, Kelet-Berlin, Amsterdam, Dijon, Szentetyén, Kurseven, Janszkelezne, 6-szor, most voltunk 3 hónapja Csebe. Aztán fölmentünk a Lonovkával, ott meg maláttuk Lengyelországon. Úgyhogy mozgalmas életet élünk. Hát mindehez gratulálok, és szabad tudnom, hogy hány éves vagy most? Ebben a pillanatban 80-at töltöm. 80 éves vagyok. Hát szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok neked. És akkor a mai versenyről mit szólsz ehhez a látványhoz, hogy ilyen sokan vagyunk? És hogyan szerepeltél? Megmondom őszintén, hogy ilyen erős mezőny, de még nem is játszottam életemben, hogy ennyi versenyző össze tudok jönni. Hát én elég rossz helyre kerültem sorsolás szempontjából, mert ha a másik ágon vagyok, akkor esetleg egy harmadik helyet is megcsípek. De a lényeg az, hogy mozgok, és az egészségem ugye ennek következtében töretlen. Szabad tudnom, hogy hívnak? Tauber Zoltán, született Felsőseges, 3 éves koromban, ugye anyám cseléd volt Somogyban, akkor az apámtól elszöktetett, Nagyszenken elromlott a vonat, ne juss a Kópházára, valaki föntről figyelt rám, és akkor ilyen vasúti hajtánnyal jutottunk Kópházára, akkor jött értem az apám, anyám azt mondja, bújj az ágy alá, mert el akarnak vinni. Én az ágy alá bújtam, nem tudott elvinni az apám, örökre ott maradtam a nagyszülőknél. Zoli, szoktál még edzeni a napjainkban, vagy csak egy-egy ilyen versenyen szerepelsz pingpongban? Edzésre már nem járok, de versenyszerűen állandóan minden versenyen elindulok. Hát ahova meghívnak, szívesen mész. Bárhova elmegyek mindig.
Hát ez az életem. Én gratulálok még egyszer, hogy ilyen kéz nélküli játéka is azért helyet eltállítan, és még egyszer jó egészséget kívánok neked. Köszönöm szépen, és nagyon boldog új évet kívánok, erőbe egészségbe. Köszönjük a nézőknek. 41 évig dolgoztam a kórházban, és egyszerre ugye az Uzsoki kórház lenyúlta a kórházunkat, mi megentünk az Ilkába, meg a Betesdába. A Betesdában én voltam a portás, én főztem a mentősöknek a kávét. Egyszerre csak megjelenik a Paskai bíboros. Azt mondja, úgy hallottam, hogy magánál lehet kapni banánt. Hát a Skálában ugye megpakoltam a kocsit színig, estére el is fogyott, mert akkor még sorba kellett állni a banánért, ugye? Igen. Hát mondom, ennyit adhatok, úgyhogy még egy kilót elvitt egy ilyen illusztris vendég is. Köszönjük szépen Tóber Zoltán, többszörös világ és Európa parlamenti bajnokunknak, hogy megosztotta élményeit velünk. Ha kérem, látva a játékosok mérkőzéseit, megállapítható az a tény, hogy minden résztvevő dicséretet érdemel a győzni akarásáért és a küzdeni akarásáért. Mindenki küzdött az utolsó pillanatig, hiszen nagyon sok mérkőzés végződött 3-2-re, amely bizonyítja azt, hogy mindenki megtett mindent azért, hogy az utolsó pillanatig versenyben legyen. A csarnokban lévő nézőknek és szervezőknek az lehet némi csalódás, hogy a tavalyi bajnokok nem tudták megőrizni első helyüket. Ezért lett izgalmas a verseny, mert az első alkalommal ideérkező hasztai teniszezők is a győzelem reményében léptek asztalra. Végezetül elmondhatjuk, hogy a Vértes kapuja kupája történetében ez volt a legsikeresebb, mivel 143 fő sportoló 267 mérkőzést 17 asztalon lejátszva rendkívül színvonalas jó mérkőzéseket mutattak be. Még egyszer gratulálunk a szervezőknek, a szponzoroknak, a támogatóknak és a résztvevőknek, hogy valamennyien letettek egy kicsit a sportág népszerűsítéséért és a torna sikeres megrendezéséért. Műsorunk további részében a döntő összecsapást és az eredményhirdetést a helyszínről közvetítve tekinthetik meg. Eredményhirdetés után tekintsék meg a főszervezővel készült riportunkat. Adásunk további részéhez izgalmas mérkőzéseket és kellemes kikapcsolódást kívánunk. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Második helyen Schrammer Cynthia, és az első helyen lett a Gajdos Borbála. Thank you.
Csak aztán a megyei döntőt látjuk. Az Etyeki Ferenc István és a Tatabányai Edutus főiskoláról Csirikis Ferenc küzdelmes mérkőzéseken jutottak be a döntőbe. És Ferenc éppen egy szép pontot szerzett Csirikis szervál. És egy oldalfalsó szervának köszönhetően kiszerválta ellenfelét. És Ferenc István szervál, és egy szerencsés polina pontot is szerez, majd utána a hálóban köt ki a labda. Ti az Itzert. 4-4-4 csatlakozunk be a játékbe. Pintér István bal oldalt, Orbán Zsolt, pestújhelyi játékos, mint Pintér MB2-es, Orbán pedig MB3-as játékos. Ők jutottak be a döntőbe. Itt van szakkommentátorom mellettem, aki közvetíteni fogja itt a látottakat. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy magas színvonalú elődöntő után Pintér István és egy simább másik elődöntő után Orbán Zsolt a döntőben. Orbán Zsolt szervál. Pintér egy gyönyörű pörgetés után pontot szerez. Orbán Zsolt egyébként meglepetésre jutott be talán a döntőben, az MB2-es Barassó Mátét verte 3-0-ra. Egy gyönyörű pontot csinált ismét Pintér István. Orbán szervál. És Orbán Zsolt meg is nyerte az első szettet. Itt tehát 1-0 neki. Pintér az elődöntőt a tatai Magai Rómeó ellen játszotta. Egy ifjú feltörekvő tehetség, Magai Rómeó.
és nagy csatában Pintér nyert végül, és Pintér ismét egy pontatlan pörgetés után. Orbán Zsolt egy gyönyörű pontot csinált, egy nagyon szép pörgetést hajtott végre. Majd egy rendkívül falsos vonák pörgetés után Pintér István is pontot szerez. És ismét a fonák hozza a pontot. Az egész nap során kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott Orbán Szerván, és Pintér pörget, de a hálóba, így 10-5 az eredmény. Még marad bőven mérkőzés labdája. Orbán Szerval egy hosszú oldalfalsó Szerval, Trapp és Pintér pörget 2-t. És 10-6. Orbán Zsolt egy szép pontot csinált. Pintér István 9-7-re vezet, és a szettarány az pedig 2-1 neki, és egy nagyon szerencsés poén a 10-7, és akkor mérkőzés labdája van. Orbán Zsolt szervál, egy oldalfasó szervál, és Pintér hosszan pörget, így 10-8, még maradt a mérkőzés labdákból. Pintér szervál, Orbán visszanyesi a labdát, majd egy finom pörgetés, és Pintér megcsinálja a poént, ezzel megnyeri a meccset, és a tornát is. Egész nap kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, és a döntőbe pedig esélyeshez méltóan megnyerte 3-1-re a mérkőzést. Végzett a Tarnóczi Dávid. Elment. És a Csiri Kis Ferenc lett a második. Ilyen szép volt, Feri. És az első helyen végzett a Ferenc István. Gratulálunk, István. MB-seknek a harmadik helyen végzett a Magai Romeo. Igen. És a Só Máté. Szép volt, fiú. A második helyen végzett a Orbán Zsolt. Igen. És a győztes lett a Pintér István.
Még egy fénykép az. Mosoly, csíz. Akkor ebből a vége a mérkőzésnek, gratulálok mindenkinek, szerintem azért jót játszottunk, igaz, egy kicsit elhúzódott. És jövőre is számítsatok arra, ugyanekkor az első vasárnapján lesz ez a meccs, és akkor már kicsit talán rutinosabbak leszünk, és kicsit jobban fogjuk lebonyolítani a mérkőzést. Köszönjük szépen a részvételt! Kedves tévénézők, Balogh Józsefet látják, a mai verseny egyik főszervezőjét. Vonhatnánk egy kis mérleget? Milyen volt a mai nap, Józsi? Tudom, hogy gondterhes, meg melós, de mégis mit tudnám mondani a tévénézőknek? Hát igen, kicsit rosszul szerveztük az egész elejét, mert túl sok volt az induló, 143 induló volt, és hát nem készültünk ennyire fel rá. Igazából sok asztal volt, így azért elég gyorsan, vagy elég jól ment a mérkőzés folyamatosan, de hát az volt a baj, hogy nem kértünk előre nevezéseket, jövőre már úgy szeretnénk megoldani, hogy előnevezéseket, és akkor már kész sorsolásokkal tudjuk kezdeni a versenyt, és nem bonyolódunk ennyire bele a dolgokba. Attól függetlenül nagyon sokat tudott játszani mindenki, és ami volt végül is a célunk, hogy minél több játékkal tudjanak részt venni a fiúk, és ne csak egy-két mérkőzést kelljen játszani, mert volt, aki játszott 7-8-at is, de a legkevesebbet is 4-5 mérkőzést játszott. Sok kategória volt, milyenek voltak? Igen, hát volt amatőr, volt a megyei MB3-as volt vegyes páros, női páros, férfi páros, tehát igazából női páros, női egyéni is. Férfi egyéni volt, igen, ott volt a megyei, és az MB3-as sok MB2-esekkel közösen indultak, mert elég kevés MB2-es játékos volt, és azokat együtt indítottuk az MB3-asokat. Nagyon jól szerveztétek, gratulálok a szervezéshez, és jó így, hogy szétválasztottátok az amatőröket és a profikat. Végül is a végeredményben a papírforma érvényesült? Igen, viszonylag a papírforma érvényesült. Hát az MB-seknél ott, főleg ott az MB2-es futottak be már az első négy közé, azon már mindegyik MB2-es játékos volt, egy volt MB3-as játékos, és az lett a második, de hát ilyen esetben vannak ilyen kirívó esetek, úgyhogy amikor azok is jól be tudnak futni. Őre mindenképpen ugyanígy szeretném megrendezni, mindig az év első vasárnapja lett megcélozva erre a versenyre, és hát őre már szerintem sokkal rutinosabban fogunk bele bonyolódni, mert tavaly évben, ez most már több éve folyamatosan ez a verseny, de tavaly évben még csak a 40 induló volt, és hát most ahhoz képest a 140 az egy kicsit hirtelen a nyakunkba zúdult. Még egyszer gratulálok a rendezvényhez, további sok sikert nektek! Köszönjük szépen!